Sziasztok! Nálunk most űrhajósba megy ez a hét, és a Kék bolygó című olvasmányhoz készítettem ezt az animációt. Most megmutatom, hogyan készül. Nem olyan nehéz. Aki már elkészítette velem az eső csináló, az esős animációt, akkor annak már nem lesz olyan nagy újdonság. Mutatom. Na, beszúrás képek, keresünk egy csillagos hátteret, amit ugye már előzőleg letöltöttünk, és szépen elkezdjük méretre igazítani a dia hátuljára. Picit megnagyítom. Majd fogunk ugye egy kört. Beszúrás, alakzat, ugye az elipszis, itt egy kör. Itt a formátumnál felül be tudom állítani, hogy legyen ez nekem egy 15x15-ös, ugye? Tudom, hogy nem szabályos kör a föld, de most ő most ilyen lesz. Berakom ide középre, majd egy picit lekicsinyítem, és befogom mind a kettőt. Elmegyek ide, hogy formátum, ugye rajzeszközök formátum, alakzatok egyesítése, és itt van egy nagyon-nagyon sokféle funkciónk nekünk. Na most én a kivonásra fogok ugye rányomni. Rányomunk a kivonásra, és ha megnézitek, akkor lett egy lyukas égboltom, csillagos égboltom. Visszarakom a helyére. Most megyünk a beszúrás képek, már ugye előzőleg letöltöttem egy föld, kiterített föld térképét. Itt van, gyönyörűen. Ez maradhat ilyen méretű nyugodtan. Ugye ezt Ctrl-C, Ctrl-V-vel megduplázom, beszélek itt össze-vissza. Jó, beigazítjuk szépen a helyére. Még egy kicsit följebb viszem, finomítom. Jó. A Ctrl és az egér megnyomásával kijelölöm mind a kettőt, tehát Ctrl és a bal egér gomb megnyomásával mind a kettőt kijelöljük. A jobb egér gombot, ha megnyomjuk, csoportosítás, és egybe csoportosítjuk, és ugye már egybe lesz maga a képünk. De ha valaki itt szeretné, hogy formátum, csoportosítás, itt is itt van. Ez a gomb. Megfogom a képemet, egy picit ugye ide a széléhez húzom a földgömbnek, vagyis a körnek, bocsánat. Most hozzáteszek egy animációt. Animáció hozzáadása, mozgásvonalak, és azt szeretném, hogy balra mozogjon. Leokézom. Itt van nekem ugye ez a kis mozgásvonal. Megfogom a piros bogyót, és húzom egészen ide a kép széléig. Elengedem. Animációs munkaablak ugye nyitva van. Megyünk az effektus beállításaira. Lehúzok ugye mindent, nem akarom, hogy fokozatosan induljon, ne fejeződjön be fokozatosan, időzítés. Beállítom, hogy a dia lejátszásáig ismételje magát, és mondjuk beírok egy akármit, mondjuk, hogy lassan menjen egy 20 másodpercet, de akár mondjuk legyen 25, hogy még lassabb legyen. Nyomok egy szóközt, hogy ne tűnjön el nekem ez a szám, és leokézom. És most gyönyörűen látszik, hogy mozog. Még van egy teendőnk, hogy rákattintunk ugye a képre, elmegyünk a képeszköz formátumba, és hátra küldjük ezt a térképet. És akkor most megnézzük diavetítésben. Kattintok, és már gyönyörűen megy is, mozog az animációnk. Várunk egy kicsit, és ez folyamatosan fog ugye a dia lejátszásáig. Jó, jön a másik verzió, mutatom, amikor akár ugye szöveget is írhatunk bele. Most ezt a nyilat ne nézzétek, az egy másik történet lesz. És itt is gyönyörűen forog, ezt is megmutatom, hogy hogyan tudom ezt kialakítani. Ugye fogunk egy üres dokumentumot, ugyanúgy ugye kihozom a csillagoseget, mert itt egy mozdulattal többet kell csinálni, mert nem működött nekem. Megyünk a beszúrásra, alakzatok, nem a kört fogom kérni, hanem ez az érdekes kört, amiből hiányzik egy negyed darab, és ugye szeretnék egy jó nagy méretet, mondjuk legyen 22 cm x 22-es, Enter. Na, ez így jó lesz. Majd megfogom ezt a sárga bogyócskát, és lehúzom félkörbe. Kész. Ide igazítom. Így. És én ezt most még beszenezem fehérre, és a körvonalát is fehérre.
picit lekicsinyítem a diát, és mind a kettőt megfogom. Kijelölődött mind a kettő. Elmegyek megint a rajzeszközök, formátum, alakzatok egyesítése, és újra a kivonásra nyomok rá. Na most, ha megfogjátok ezt a csillagos égboltot, akkor látszik, hogy kivágta szépen nekünk ezt az egészet. Megpróbálom visszarakni úgy, ahogy volt szépen. Jó, és akkor jöhet megint ugye nekünk, de tehetjük úgy közelebb, így mondjuk, hogy még pofásabb legyen, és akkor itt csak meghúzzuk a végét. És akkor megint jöhet a beszúrás kép, megkeressük ugye a térképünket, amit már előtte letöltöttünk, és ugyanazt a mozzanatot fogjuk, de itt most ugye picit lógjon túl magán a dián, mert ugye nagy a félgömbünk. Megint egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel megduplázom, berakom a helyére, megnagyítom, hogy jó helyen van-e, megnézzük, jó, tökéletes helyen van, jó, és ugye butaságot akartam mondani, rákattintok az egyik térképre, az egeremet a másik térkép felé viszem, megnyomom a klaviatúrának Ctrl gombot és a bal egér gombot, és így mind a kettő kijelölődik. Rámegyek a formátumra, csoportosításra, kész. Vagy ugye jobb egér gomb, csoportosítás, és itt is itt van ugyanaz a parancs. Megvan, tökéletes, kihúzom ugye ide a képemet, és megint jön az, hogy animáció, animáció hozzáadás, mozgásvonal balra, oké, okay. A kis piroskámat megfogom, kihúzom ide, látszik a kép széléig, megpróbálok egyenesen haladni, megyünk az animációs munkaablakra, és ugyanazokat az effektusokat beállítjuk. Lehúzzuk az indítást, lehúzzuk a befejezést, időzítés, dia lejátszásáig, ugye, és mondjuk beírom, hogy 25 szóköz, leokézom, és az utolsó mozzanat, hogy rákattintok ugye a meganimált képemre, képeszköz formátuma, és hátra küldöm. Nézzük meg, hogy néz ki ez. Tessék, és ide akár bármilyen ismeretterjesztő, vagy egy olvasmány szövegét, vagy bármit be lehet ide írni. Ennyi a földgömb. Sziasztok! Szeretnék most egy-két ilyen nagyon érdekes dolgot megmutatni, amit az alakzatokkal meg lehet csinálni. Kiválasztok egy alakzatot, legyen ez a robbanófej, robbanás mondjuk. Kicsit lekicsinyítem, amilyenre szeretnétek, igazából olyanra veszitek. Majd a jobb egér klikkel rányomtok, méretpozíció, kiugrik az alakzat formázása kis ablak, rányomtok a vödörre, és rámegyünk a kitöltés képpel vagy anyagmintával. Igen, nekem már betette ezt a kis muksót, mert ezzel dolgoztam az előbb, de elmegyünk a fájba, és kereshetünk egy másik ilyen kis ufócskát, vagy akár egy ilyen hátteret, bármilyet, beszúrjuk. Ugye ez még itt nagyon torzocska, akkor itt a százalékokkal lehet ugye játszani, hogy szépen azért látszódjon nekem ebbe az alakzatba ez a figura, elkezdünk vele szórakozni, ugye leföl visszük, így gyönyörűen, jó, még egy kicsit, oké, na, még egy picit eligazítom, kész, és magát az alakzat vonalát is tudjuk ugye alakítani, mondjuk legyen nekem ez egy piros, legyen a vastagsága, hát legyen jó vastag, és legyen mondjuk valamilyen szaggatott, vagy ilyen pöttyös, legyen egy ilyen szaggatott vonal. És már van egy ilyen nagyon cuki, mozgatható alakzatunk, amiben benne van maga a kép, de bármilyen képet be lehet ide helyezni. Van egy másik, ami nagyon látványos, és mondjuk arra lehet használni, hogy akár egy diavetítést föl lehet vele nagyon dobni. Most hozok egy ilyen ellipszis formát, és mondjuk itt szépen ide rakom, ilyen hosszúkásba. Kezdőlappal másolom, beillesztem, még beillesztek egy párat, meg szükségem lesz egy pára, és elrakom így szépen, így egymás mellé rakom őket.
Így. Jó, de hogy ne legyenek ennyire egyformák, mondjuk az egyiket megnagyítom szépen, mondjuk ezt lekicsinyítem, őt megint egy picit nagyobbra veszem, őt megint egy picit vagy feljebb rakom. Mindenki úgy, ahogy maga szeretné. Majd ugye mindet ki kell jelölnem, kétféleképpen jelölünk ki. Ugye az első az, hogy a klaviatúrán a Ctrl gombot nyomjuk, és kattintunk a balegér gombunkkal, és akkor mindegyik ki van jelölődve. Vagy pedig, ugye egy picit lekicsinyítem, és a balegér gomb folyamatos nyomásában kijelölöm mindet. Ezután jön a varázslat egyik része, elmegyünk a formátumba, alakzatok egyesítésére, és tényleg egyesítjük ezt az alakzatot. Így már egybe fognak mozogni. De hogy lesz ebből látványos, gyönyörű háttér, vagy egy nyitókép, vagy egy zárókép? A jobb egér gombbal ráklak, kattintunk, méret és pozíció, kis vödör, és jövök megint a kitöltés képpel, vagy anyagmintával. Jó, nekem most berakta őt, mert ugye ő volt az utolsó képem, de elmegyek a fájba, és azért berakunk egy látványosabb képet, mondjuk egy ilyen földképét. Nem kell megijedni, hogy így hozta be, mert itt van alul a százalékok, én ezeket most mindet kijavítom nullára. Kijavítom nullára, akkor már gyönyörűen behozta ezt a képet, de itt lehet felfelé tolni, lefelé tolni, na hát ezzel is nagyon baromira jól el lehet ám szórakozni, ahogy szeretnénk a képet elhelyezni. Oldalra kattintunk, ugye tudjuk őt szépen mozgatni, és még nem tüntetem el, ha nem szeretném, hogy fehér legyen a háttér, akkor itt van az egyszínű vagy színátmenetes kitöltés, de lehet megint képpel, mondjuk én választok egy színátmenetes kitöltést, itt lehet a színátmeneteket, vannak beállítottak, akkor itt lehet az irányt, hogy jobbról, balról, vagy honnan jön a színátmenet, és ugye itt van az, hogy milyen színnel szeretném, akár lehet feketével is, akár. De ugye itt is meg tudom változtatni. Ha ide kattintok, akkor itt ilyen gyönyörű fekete lesz. Ha erre annyira kattintok, akkor ennek változtatom meg a színét, mondjuk legyen ezüstös, és tudom húzni ezt is. Ha erre a nyilacskára, van akinek kettő van, van akinek egy, itt lehet hozzáadni nyilakat, és itt lehet elvenni nyilakat. Hogy mennyiféle színből álljon. Itt aztán a szivárvány minden színével lehet ugye játszani gyönyörűen. Ha még teszek hozzá, még kettőt, és mondjuk én azt mondom, hogy másik szín legyen, legyen benne piros is, tehát nagyon-nagyon szépen el lehet vele, mondom, buklászni, szórakozni. Tessék, gyönyörű. Akár a szivárvány színeit is meg lehet ezzel készíteni. Na, jó szórakozást és jó munkát ezekkel a kis csodákkal. Sziasztok!